Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, édesatyánk, hálát adunk a mai napért. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk előtted, a te közelségedben. Köszönjük, hogy te már itt vártál minket ezen a helyen, mert meg akarsz áldani, be akarsz tölteni házadnak javaival, és oda akarsz engedni minket a te mennyei asztalodhoz, hogy táplálj minket az élet kenyerével, az élet igéjével. Köszönjük azt, hogy adtál vágyat a szívünkbe, és eljöhettünk. Hálát adunk azért, hogy minden akadályt elhárítottál az útból, és adtál lehetőséget, hogy ezen a mai napon, itt ezen a helyen téged dicsőítsünk. Szenteltessék meg a te neved közöttünk. Áld meg igédet, áld meg a mi szívünket, és kérünk, hogy munkálkodj bennünk a Szentlélek által. Köszönjük, hogy neked terved van az életünkkel. Formálni akarod és készíteni a veled való találkozásra, a neked való szolgálatra. Kérünk, hogy tégy alkalmassá bennünket erre az ige által. Imádkozunk a betegekért, kérünk, hogy látogass meg őket is. Isteni kegyelmed és hatalmad, hadd nyilvánuljon meg mindenütt imádkozó népeden, azokon, akik téged keresnek, akiknek szíve utánad vágyik, és utánad kiáll, Uram. Kérünk, hogy jelensd ki önmagadat, és engedd, hogy a téged keresők megtaláljanak, a hozzád közeledők megérinthessenek téged, és így áldásban legyen részünk ezen a mai napon. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy imádságunkban meghallgattál minket, és többet cselekszel a mi kérésünknél. Amen. Isten igéjét olvasom a korintusiakhoz írt első levél. A korintusiakhoz írt első levél első fejezetéből fogom olvasni Isten igéjét, a negyedik versétől a kilencig. A korintusiakhoz írt első levél első rész negyedik versétől így hangzik Isten igéje. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, a ti felőletek az Istennek, a ma kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatot. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítetek ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtételt. Úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délelőttön, Isten házában, és hálás vagyok azért, hogy együtt lehetünk ezen a délelőttön. Szeretném elmondani azt, hogy a fiatalok az elmúlt vasárnap délután tenkén szolgáltak, és nagyon áldásos és felemelő szolgálattal bátorították a kis közösséget, azt a gyülekezetet, ahol egy misszió állomásként működő gyülekezet működik. Nagyon örültek, csütörtökön voltam tenkén, és a tenkeri testvérek nagyon örültek ennek a látogatásnak, a bátorításnak, azt, amit a ti szolgálatotok által nyertek és kaptak. Az Úr legyen áldott ezért, és az ő neve legyen felmagasztalva és megdicsőülve. Azt is szeretném közölni a testvérekkel, hogy a délutáni alkalommal
gyülekezetünk vendége lesz Kis Lehel lelkipásztor testvérünk, aki a szamosújvári körzetnek a lelkipásztora. Testvérünket ugyanis szerettük volna meghívni a háladó napra, de mivel akkor nem tudott elvinni, akkor ígéretet tett, hogy egy más alkalommal látogassa meg a szadányi testvéreket, és így a délutáni alkalommal ő lesz közöttünk, ő fogja hirdetni Isten igéjét, imádkozzunk ezért az alkalomért, hogy legyen áldott ez az alkalom is, és hadd szolgáljon a mi lelkünk javára, és Isten nevének a magasztalására. Énekelni fogjuk a 724-es éneket, ami alatt adományainkkal is szolgálunk az Úrnak, készülve Isten igének a meghallgatására. A 724-es éneket. Uram, a csendet várom én, csendet a szívem legmélyén. Nem vágyok már nagy hírnevet, nem mondok most igent nemet. Uram, a csendet várom én, mély belső csendre vándorolok.